Athénban beiktatták a görög kormány új tagjait. Alexis Tsipras miniszterelnök pénteken jelentette be a kabinet átalakítását. A változás 9 kormányzati pozíciót érint, köztük miniszteri tárcákat és a kormány szóvivői posztot is. Tsipras azért küldte el a leváltottak egy részét, egy minisztert és 4 államtitkárt, mert a hitelcsomag feltételeinek elfogadása ellen szavaztak a parlamentben. Mások, mint Yanis Varoufakis volt pénzügyminiszter és államtitkára maguktól mondtak le. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen rossz ez a megállapodás, és azzal is, hogy milyen súlyos megszorításokat tartalmaz. Célunk, hogy ellensúlyozzuk a megszorítások hatását, amivel segíthetünk a szegényeknek, mondta az új kormány szóvivő. Tsipras számára elkerülhetetlen volt a kormány átalakítás, miután több miniszter is távozott a hitelezőkkel kötött megállapodás után. A kérdés most az, hogy vajon a Syriza vezette új kormány koalíció képes lesz-e végrehajtani a reformokat további politikai veszteség nélkül, mondta az Euronews aténi tudósítója.